friss paradicsomokat kapunk, és ezeket rakják, ezeket a koktél paradicsomok salátákba. Paradicsom, marha és csirkehús, vagy éppen saláta. Kevesen tudják, hogy ezeknek a McDonald's ételeiben található alapanyagoknak a jelentős része hazai termelőktől, gazdáktól származik. Az étteremlánc igazi piaci hangulatot idézett meg a nyíregyházi Mekki minőség mustrán, ahol a vendégek a piacolás hagyományai szerint nem csak megnézhették, megszagolhatták, de akár meg is ízlelhették a választott portékát. A mostani Mekki mustrán ezekben a pavilonokban bemutatjuk azokat a magyar termékeket, amelyeket feldolgozunk és felhasználunk a termékek elkészítésénél, helyi magyar beszállítók termékei, és a vendégek megismerhetik ezeket az alapanyagokat, kézzel foghatóan látják, hogy milyen részekből, milyen alapanyagokból készülnek a termékek. Az étteremlánc 1988-ban érkezett Magyarországra, az elmúlt 30 évben pedig szoros partneri kapcsolatot épített ki a magyar gazdaság szereplőivel, és meghatározó szereplője lett a hazai mezőgazdaságnak is. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy azok a beszállítók, akik velünk most már nagyon régóta együttműködnek, azok nem csak a magyar étteremlánc számára tudnak beszállítani, hanem sikeresek tudnak lenni egész Európában. Tehát ebből a jó együttműködésből kiindulva más országoknak a McDonald's éttermei számára is tudnak szállítani. Tehát nem csak egy ország, hanem akár 10-15 másik ország számára váltak stratégiai beszállító partnerekké. A kulcsalapanyagok közül több az észak-alföldi régióból érkezik, nem csak a hazai, hanem számos más európai étterembe is. Az egyik ilyen alapanyag talán itt van mellettünk a méz, ami Tiszanánáról érkezik az egész rendszerünk számára, vagy mondhatnám a csirkehús alapanyagot, ami a kisvárdai Mastergood telepéről érkezik, és nem csak a hazai McDonald's éttermek számára, hanem tényleg itt az európai régióban, még 15 országban a hazai csirkét fogyaszthatják a vendégek. Nyíregyházán 1995 óta van jelen az étteremlánc. Szabó Gabriella, a két nyíregyházi egység franchise üzemeltetője, jelenleg közel 100 dolgozónak biztosít állandó munkalehetőséget, akik évente mintegy 1,5 millió vendéget szolgálnak ki. Szabó Gabriella 2014-ben elnyerte a hálózat legrangosabb szakmai díját, a nemzetközi Golden Arch Awardot, amellyel az étteremlánc a világ legjobb franchise átvevőit ismeri el.